Nos, mi jön abból, hogyha a rovás egységes lesz, szabványos? Azt fog következni belőle, hogy fogunk tudni például könyvet kiadni. Nem véletlen nem volt eddig még rovásos könyvkiadás, ugye megjelentek már szövegrészletek, kézzel beli dolgok, mert egész egyszerűen sem technikailag, sem szellemileg nincs meg a lehetőség arra ma, hogy valaki egyenként, betűnként, ellenőrzés nélkül begépelgessen rovás szöveget. Ha viszont működik a számítástechnika, lehet alkalmazni a legújabb nyelvészeti és nyelvészeti informatikai megoldásokat, akkor például, ugye most már éppen nyomtatás alatt van az Egri csillagoknak a második kiadása, ezt tavaly adtuk ki, egy év alatt elfogyott, és most, amikor a második kiadásra készültünk, akkor egyrészt saját kibalistát is olvasás közben gyártottunk mindannyian, másrészt pedig az olvasóktól kaptunk hibajegyzéket. És milyen érdekes, hogy az eredeti digitális szövegben, amiből mi dolgoztunk, abban körülbelül 25 hiba volt az Egri csillagokban. Tehát elgépelés, betűhiány. És ennek a szövegnek a rovásításában 2. Tehát próbálkozunk, megyünk előre a technika útján, és jelenleg egy olyan nyelvészeti alkalmazás, egy informatikai alkalmazás van a kezünkben, amellyel a Egri csillagokat úgy tudtuk rovássá tenni, hogy 2 hiba volt benne. Az egyik az egy olyan szó volt, ami ugye a sárközére, a cigányra, hogy emlékszünk, és neki egy sajátos nyelvjárása van, amit vissza kell adni a szövegbe. Tehát a nagyságos uram, csókolom a kesit lábát, azt tetszett mondani, azt ugye 2 C-vel, meg 2 C-vel, meg azt Z-vel kell írni. Ugye ezt végig kell szépen menni rajta, és az egyik kifejezésnél a nagyságos, ott véletlenül C és C tett a rovás kiadásban, a másik pedig az ennyire szó, ugye a 2 N helyett N és N került bele. Ez az a 2 hiba. Viszont jelenleg ez a szerkesztési eljárás, ez a szoftver fejlődik. Itt van kezemben például egy újabb könyv, ez I és Dula 7 meg 7 magyar népmeséje. Gondoltunk ugye a gyerkőcökre is, Rumi Tamás kollégám kisfia írta be az ajánlót is, és hát ugye a modern technológia, hogy ezt a rajzot megmutatom, én kétféle véleményt hallottam eddig, ezek manga stílusú rajzok. Ugye az egyik vélemény azt mondta, hogy hogyan lehet az ősi magyar írást egy ilyen divat hullámmal összekeverni, meg ilyen szentségtörés. A másik pedig az, hogy kérem szépen a gyermekeknek a nagy része, ha tetszik, ha nem, ugye a keletről bejövő rajzfilm kultúrának, ők ebben élnek, miért ne tegyük a rovás írást, a rovással szerkesztett könyveket azzal is érdekesebbé számukra, hogy az ő korosztályoknak megfelelő képekkel látjuk el. Szintén érdekessége az összefogásnak és a technika alkalmazásának, valamint a hatalommal való nem minden áron történő konfrontációnak egy újabb példa. Ki ismeri a Napi Gazdaság című lapot? Ez egy, hát elég, szerintem gazdasági napi lapban piacvezető. Nem mondhatjuk azt, hogy népi nemzeti vonal lenne, de mégis itt van az április 30-ai, ugye minden pénteken megjelenik egy melléklet. Itt van az április 30-ai melléklet, Napi Gazdaság, még egyszer mondom, tehát nem Szintjakürt, nem Magyar Fórum, nem Demokrata, Napi Gazdaság. Mi a címe? Kárpát-medence. Ez egy 22 oldalas melléklet volt, és kérem szépen, ugye nemzetpolitika, minden pártnak a képviselője itt van, tehát bele lehetett rakni, a Jobbikot is, interjú a akadémia elnökével, Németh Zsoltékkal, Pannon Egyetem, Duna Stratégia, Kárpát-medencei képviselők, Magyar Képviselők Fóruma, Hagyományok Háza, és egy cikk a rovásírásról. És ez a cikk szintén nem arról szól, hogy hány ezer éve, meg mikor, meg hogyan, meg kik használták, hanem egy gazdasági napilap mellékletében a rovásról szóló egy oldal azzal foglalkozik, hogy a rovásnak, mint megkülönböztető márkajegynek, mint a magyar termékek kihangsúlyozásának, mint technikai eszköznek, tehát mint gazdasági tényezőnek, mint a lehetőségei. És ugye ezt azért hoztam még el ezt a mellékletet, mert ugyancsak egy úgynevezett összefoglaló erejéig
de itt a felső összefoglaló már két nyelvű, mondjuk így. Ez egy sajtótörténeti dokumentum, relikvia. Az első olyan napilap, amelyben nem díszítésként, nem csak díszítésként, hanem funkcionálisan ott szerepel a rovás. Most ez mind-mind úgy jöhet létre, hogyha, még egyszer mondom, a technológiával lépést tartunk, másrészt pedig szakmailag és politikailag is megpróbáljuk az összefogás felé terelni a rovással foglalkozókat. És itt fogok még egy dolgot mutatni, ami ugye jövőről szólt eddig, de néhány napon belül jelen lesz. Ugye ezzel legyeztem magamat. Ez egy modell. Vajon mi lehet ez? Nem. Helyiségnévtáva. Pontosan. Tehát Magyarországon most ott tartunk, hála jó Istennek, hogy egyre több település, nagyon sok kis közösség saját erejéből megpróbál helységnévtáblát állítani. Ugye a helységnévtábla állítás az egy KRESZ történet, ami nem KRESZ tábla, az is ugye a közúthoz tartozik. Értelemszerűen akadályokba ütköztek, és hát mindenféle betűtípussal, kinek mihez volt kedve, fából, acélból, mi egymásból, erre-arra állítgatták, aztán összevesztek a közúttal, akkor levetették velük, jött az összeesküvés elmélet, hogy így, meg úgy, meg amúgy lapozunk. Mi megkerestük azt, aki ebben illetékes. Úgy hívják, hogy Magyar Közút ZRT. Övéki az út széle, övéki a tábla. Megkerestük az embereket, akik azt mondták, hogy jogilag, műszakilag és mindenféle szempontból döntéshozói szerepben vannak. Leültünk, és egy fél év munkája volt, mire összeállítottuk azt a szabványt, amely alapján ma hivatalosan a Magyar Közút ZRT és a Rovás Alapítvány közös munkatervében rovásos helységnév táblát lehet állítani egész Magyarországon. Ezt a legprofibb táblagyár csinálja meg, olyan minőségben, mint amit az úton látunk, illetve nem jobb minőségben, mert azok már régiek. Kormányzott, peremezett acéllemez, szabvány tartók és egységes forma. Nagyon fontos, hogy egységes legyen. Most itt ugye látszik egy celldömölk tábla, ő lesz az első település Magyarországon, ahol rovásos felirat fog lenni. Annyi különbség lesz, hogy a nagybetűket, a kezdőbetűket egy picit megnagyobbítottuk. Ez is megint stílus kérdése. Ugye régen a rovásban nem volt kisbetű, nagybetű, a mai korszerű használatban mondatszerkezet, mondatkezdés, olvashatóság, olvasáspszichológia, helyesírás, a szabvány afele tendál, hogy ajánlott a nagybetűk és kisbetűk használata, nem kötelező. Tehát ilyen táblák lesznek, és hát ezek fóliázott táblák, örökérvényűek, nem készülnek se alumíniumból, se színes részből, tehát nincsen baj, nem lesz azzal gond, hogy valakinek esetleg megtetszik. És ezek innentől kezdve ott állhatnak a helységek határain. A tájékoztató anyagok nem sokára meg fognak jelenni az alapítvány honlapján, és már most mind a 19 megyei igazgatóságnál a Magyar Közútnak az igazgatósági leírata ott van, hogy amennyiben ha valaki betartja az igénylésnek, a gyártásnak és a táblaállításnak az összes olyan kritériumát, amit megegyeztünk, akkor ezt el kell bírálniuk és jóvá kell hagyniuk.